Nekem minden fellépés előtt hasmerésem van, most is, onnan jöttem. Hát ezt minden évben elmondom, amikor itt vagyok, azt hiszem harmadszor vagyok itt, hogy szerintem Magyarország egy legjobb rendezvénye, óriási kezdeményezés. A szervezők rettenetesen jól rakják össze. Hát ez a LEDFA szerintem a világ egyik legjobb dolga itt. Nagyon színvonalos a hangtechnika, a rendezvény, a szervezés, de igazából sajnos el kell mondanom, hogy az egyetlen negatívuma, hogy a világ legjobb közönségét idehozták. Ja, várjál, az pozitívum! Szóval az, hogy ide 200-300-400 ember bejön egy héten háromszor, én 44 év vagyok edző, szerintem nincs olyan ország, ahol nem léptem fel, de én ilyet én még nem láttam. Tehát ezt most én nagyon komolyan mondom, hogy ilyen közönséggel én még nem találkoztam. Zseniális, most 44 fok van, és szerintem leszünk egy 150-en. Nekem van egy koncepcióm, amit én találtam ki 28 évvel ezelőtt, az a neve, hogy Iron Box. Tehát ez egy boxedzés volt, box keretek között, de ugye egy idő után már kiszabadultunk, és nem csak box, hanem funkcionális edzés lett, egy csomó tanfolyamot mögé tettem, egy csomó hangulati elemet, és egy csomó koreográfiát, mintha rendesen boxolnánk, de levegőbe. És ennek van egy jó feelingje, egy jó felépített tematikája. És üzensz valamit azoknak a dunakesziaknek, akik még nem jártak Mozdulj Dunakeszin, de már esetleg lehet, hogy fontolgatják, vagy még nem is fontolgatják. Őszinte leszek, szerintem nincs olyan, aki nem volt itt. Én nézem a képeket, és ilyen 400-500 embereket látok megmozdulni. Ezért mondtam azt, hogy maga a település egy, szerintem ha van ilyen, hogy sportos település, az szerintem az egyik legjobb település. Ha valaki nem jött, az azért nem jött, mert vagy beteg, vagy öreg, vagy kiöregedett, vagy gyerek még, de szerintem a többség biztos, hogy volt már ez a rendezvényen, és ezt szívből gratulálok a szervezőknek is, meg a résztvevőknek is. Sokszor van az, hogy az edzők azért mondják ezt, mert igen, mert hogy ezt kell hallaniuk, ez most nagyon nem igaz, látni fogjátok, meg azért vagytok ti is itt, hogy lássátok, elképesztő közönség van, de ha véletlenül valaki nem jött, akkor most mondom, van még 7 percig, hogy ide érjenek.